Na most léci. És meg is van. Sziasztok! Egy újabb villámkérdésekkel jövünk. Hogyha nem találkoztunk volna, még azt kell tudnotok, hogy ezek tényleg rövid kérdések, viszont elég mély és átütő válaszok fognak jönni. Balogh Petya a mai vendégem. Nagyon szépen köszönöm, Petya, hogy elvállaltad. Kösz, hogy itt lehetek. Már egy nagyon jó beszélgetésünk volt, igazából mentorált engem gyorsan ezelőtt a Petya, ugyanis az egyik befektetője a cégemnek, úgyhogy ezt disclaimernek el kellett mondani, és picit rossz is, hogy meg kellett szakítanunk azt a beszélgetést, mert az is jó volt, de biztos, hogy nagyon sok tudás fog átjönni most. Úgyhogy vágjunk is bele. Az első kérdés így a gyerekkorodhoz megy vissza, hogy van-e valami olyan gondolat, tanács a gyerekkorodban, ami azóta is végigkísér? Nekem egy kicsit fura gyerekkorom volt, egy kicsit ilyen betegesebb voltam, ezért sok időt töltöttem nem a játszótéren, inkább otthon, és ha már otthon, akkor a számítógép előtt, ugyanis azt mondom, hogy én szerencsésen indultam az IT szakmához, mert 7 éves voltam, amikor az első számítógépet megkaptam. Ami talán a legnagyobb tanulság nekem a gyerekkoromból, hogy ha valamivel nagyon-nagyon sokat foglalkozunk, és az elején úgy érezzük, hogy jók vagyunk benne, és így tudunk vele együtt nőni, akkor abban fönn tudjuk ezt tartani, hogy jók maradjunk, vagy akkor így megvan hozzá az inspiráció. Ha bárhol tanulnom kellett volna ezt a szakmát, akkor valószínűleg nem jutottam volna el addig. Így viszont, hogy sikerélményt sikerélményre almoztam a saját kis világomban, és utána az általános iskolában, utána a gimnáziumban, tehát az, hogy így nőtt velem az ebben elért eredményem, szerintem az egy jó alapja volt mindennek. Tehát van egy ilyen mondás is, hogy az ember 10.000 óra... A Gladwellnek ugye ez így a... Így van, 10.000 óra alatt bármiben lehet nagyon jó. Hát ezzel annyi, hogy ezt bele kell tenni. Bele kell tenni, nincs más, nincs ki. Igen. Munka. Csinálni kell, igen. Ha most találkoznál a 20 éves önmagaddal, mit tanácsolnál magadnak? Hűha. Hát legyen óvatos a társbefektető választása, vagy partner választása. Szerintem azzal sokat meg lehet spórolni, hogyha az ember ebben kicsit óvatosabb. Amúgy meg azt gondolom, hogy minden nehézség is, amin átmentem, az valahol szükséges is volt. Tehát, hogy azt is látom így visszafelé nézve már, hogy azért ezek fájdalmas pontok is voltak benne, de ezek voltak a tanulós időszakok, amik sok stresszel, sok fájdalommal, de mindig valami újat tanítottak meg. Mit tanácsolnál mondjuk konkrétan akkor mondjuk a társalapító választás kapcsán, amit, hogyha tényleg ott lennél, hogy figyelj, na ezeket kell, ezek a szempontok, amikre azért ügyelj. Hát volt egy konferencián pont erre a kérdésről kérdeztek, még néhány évvel ezelőtt, és azt mondtam, hogy úgy válasszunk társalapítót, hogy egy cég az akár tovább tarthat, mint egy házasság. És ehhez képest nagyon sokszor aki éppen kapható az ötletre, azzal csináljuk. Pedig nem egy egyészakás kalandról van. Így van. Miután ezt mondtam, utána pár évvel később el is váltam, igazolva a tézist. Igen. Példával való vezetése. De hogy azt gondolom, hogy ez egy nagyon hosszú távú kapcsolat, és nagyon hamar köttetik meg úgymond a szerződés ebben a kapcsolatban. Tehát ez olyan, mintha az első randi már gyűrűt húznánk egymás ujjára. Nincs meg előtte az a néhány év randizgatás, akkor ez nagyon veszélyes. A másik oldalról pedig azt is gondolom, hogy ebben nagyon nagy erő is van, hogyha jól választunk társakat egy céghez, akkor az nagyon messzire is vihet minket. Nehéz téma. Nehéz, az biztos. És mondtál pár kudarcot. Vannak kedvenc kudarcaid, vagy annak, amire most úgy tekintesz, hogy igen, az kellett ahhoz, hogy már azzá válja ki, aki szeretnél lenni? Valószínűleg mindegyik kellett hozzá. Kedvenc kudarcok. Hát volt bele sok, tehát hogy így mindegyik ott volt. És amikor az ember megéli, akkor nem feltétlenül tud neki őszintén örülni. Tehát, hogy nem a... Ismerős. Viszont azt is gondolom, hogy amikor valami jól megy, akkor sokkal kevésbé tudunk rátapintani, hogy miért megy jól. Amikor éppen szalad a szekér, akkor nagyon könnyű azt érezni, hogy hát mert mindent jól csinálunk, mert hihetetlen jó a minden. Igen. És aztán, amikor valami eltörik benne, és hirtelen az egész szétesik, akkor rájövünk annak a résznek a szerepére, hogy az miért fontos az a részlet a sikerhez. Amit viszont nagyon erősen gondolok erről, hogy fontos a kudarcokhoz való viszonyunk. És van egy formátum, a Fuck Up Nights, ami volt már Budapesten, és most újra van, és újra lesz.
amikor kiáll valaki marha a közönség elé, és mesél a saját kudarcairól, orvási, hogy ő hogy esett arcra. Amikor először volt Budapesten, akkor engem kértek fel az egyik előadónak, és hát ott úgy végül belementem elég őszintén. Fönn van YouTube-on, ha valaki... Be fogjuk linkelni, szerintem itt lesz a link valahol. A másik oldalról pedig egy nemzetközi nagy cég regionális vezetője volt, aki az egésznek főszponzoraként, az első ilyen eseménynek főszponzoraként, és amit tudott mondani, az az volt, nem megnevezve a cégedet, ki lehet tenni, hogy Edison nem hitt a zeneiparban, ezért nem fektetett be elég energiát a zeneiparba. És én azon gondolkodtam, hogyha egy világcég legaktuálisabb kudarca, amit felmer vállalni egy regionális vezető, az valami, ami még Edisonnal történt, akkor ott azért van még fejlesztendő a hibázási kultúrában. Merjünk hibázni, ez biztosan. Merjünk, a másik az, hogy merjük elmondani a hibást. És elmondani őszintén. Igen. És 30 évesen merre voltál, és ha most találkoznál azzal a éneddel, mit mondanál neki? Igazából én 20 évesen és 30 évesen is nagyon erősen munkamániás voltam, tehát ilyen csak a munka. 30 évesen, aha, ott már volt két gyerekem, akkor éppen nagyon megszaladt a zenengi, ez az az időszak volt 2010-ben, amikor így két éves cégként 40 millió eurós bevételt hoztunk össze egy évben. Az ott az elszállós időszak volt. Ott annak az énemnek azt tanácsolnám, hogy nem nőnek a fák az égig, azelőtt néha leszoktak lassulni és megállni, mert utána 2008 pedig egy hatalmas arcraesés volt a cégnek, egy nagyon nehéz időszak. Azt gondoltuk, hogy bármihez érünk, abból arany lesz. És elveszi az ember veszélyérzetét, ha túl jól megy a szekér. Ezért aztán következő évben utol is ért minket ez a pofon, és azt gondolom, hogy ez szerencsés is volt valahol, mert ha egy évvel később kapjuk a pofont, vagy kisebb pofonok sorozatát kapjuk, nem egy nagy maflást, akkor lehet, hogy belehaltunk volna, viszont még pont időben. Hát azért csodával határos volt túlélni, de túléltük. Mi volt az a pont, a tipping point, ha meg Gladwell-ről is beszéltünk, amivel túl tudtatok élni? Rengeteg minden volt. Javarészt válságmenedzsment. Amikor egy ilyen nagy pofon jön, akkor a tulajdonosok és a cégvezetők egy része is úgy eloldalgott, úgy mindenki egy lépést hátra tett, nem én voltam, én itt se voltam, nem én csináltam, és az volt az a pont, ahol nekem bele kellett kicsit jobban állni a cégbe, hogy talán én voltam az, aki azt mondta, hogy hé, ezt nem hagyjuk itt, tehát ezt most megoldjuk, ezzel valamit kezdeni kell. Nem csak túlélni sikerült, hanem sikerült egy olyan álmot is találni, és egy olyan stratégiát, amivel utána újra nőni tudott, és amiért volt értelme. Egy nagy amerikai befektető mondta nekem egyszer, hogy minden startup előbb-utóbb kap egy hatalmas maflást. Ebbe vagy beledöglik, vagy vállalattá alakul. De szép, ez gyönyörű mondás. És ez szerintem a vállalat és a startup relációra is igaz, mert startup az, amikor így megyünk, semmi nem számít, csak gyorsan... Igen. Move fast, break things, amiből már váltott is mottót a Facebook, ugye? Így van. És utána van egy pont, ahol pedig el kell kezdeni azon gondolkodni, hogy legyen már valami tervünk, gondoljuk végig a folyamatokat, hogy működünk, hogy lesz ez rentábilis, mennyit költhetünk valamire. Van olyan dolog, amit cikinek érzel magadban? Vagy cikinek éreztél, és mondjuk mit teszel azért, hogy változtass rajta? Én azt gondolom, hogy bőven, tehát hogy nem gondolok magamra szuperlatívuszokban, gyarló kis húszsák vagyok, vagy nem tudom, tehát szerintem mókás kis majmok vagyunk mindannyian. Én igyekszem magam nem túl komolyan venni, ami nagyon érdekes, hogy még mindig rengeteget tudok tanulni, és az, hogy ennyi startuppal dolgozom, az szerintem nekem a legjobb. Rettentő sok új tanulság jön be. Tehát a legnagyobb lecke az utóbbi pár évenben így a startupokkal dolgozva az, hogy nem mindig van igazam, és nem is kell mindig igazam legyen. Nagyon-nagyon bölcs. És az, hogy azt megtanulni, hogy a startupoknak nem mi ez, sárkányfüvet árulok, sárkány ellen sárkányfüvet, hanem csak adok plusz egy nézőpontot, vitatkozunk egy jót, de utána az a legjobb, hogyha én annak örülök legjobb, amikor jót vitatkozunk, és utána valami teljesen más csinálnak. És az jó is akár. Tehát az és így van, is. Így van. És nagyon sokszor nem azt csinálják, amit én jónak gondolnék elsőre,
és nagyon sokszor beigazolódik, hogy nekik volt igazuk. De ez egy katalizátor abba, hogy tudjanak menni valamilyen irányba. Így van, a gondolkodásban segítek, pontosan. Nem a végeredményben, és szerintem ez egy elég nagy különbség. Cégvezetőként azért ezt nem nagyon tudtam gyakorolni, tehát egy nagy hibám volt, hogy... Az kellett, hogy legyen, ami... Há, és általában mindenkit meg tudtam győzni arról, hogy csak az az egy irány lehet. De az egy már egy jó retorikai képesség. Igen, csak lehet, hogy jobb voltam néha retorikában, mint gondolkodásban, vagy legalábbis én csak egy agy vagyok a sok közül, és ez nem jó, ha túlzottan domináns vagyok. Úgyhogy ez szerintem egy érdekes tanulság, hogy tudok-e inkább mentor lenni, és inkább segíteni a gondolkodásban, és nem diktálni az eredményt. Másik tanulságot meg pont a LinkedIn hozta el az életembe, a Startup Coelho sorozatom, mert arra jöttem rá, hogy én nagyon nem szeretem a kritikát. Nagyon rosszul viselem a kritikát. És amikor az ember kirakja a gondolatait napi szinten, akkor azért kaptam hideget, meleget. És az első néhány negatív trollkodós komment olyan szinten felháborított, úgy felzaklatott, visszaütöttem erőből. Tehát ha valaki beszólt, akkor én visszaszóltam. És rájöttem, hogy ez nem jó, tehát hogy ez pont nem az, amit ebből nekem tanulnom érdemes. Úgyhogy elkezdtem azt gyakorolni, hogy egy nagyon bunkon megnyilvánuló trollt, hogy tudok a lehető legelegánsabban beterelni a beszélgetésbe. És mi a trükk? Szerintem az, hogy háromszor átgondolom, mielőtt bármit írok, és megpróbálom azt eljátszani, mint hogyha egy ilyen nagy darab kőbunkó jönne, és én nem neki megyek kőbunkóként, hanem körbe táncolom őt. Nem izomból visszaütve kezelek le, akkor kialakul egy olyan beszélgetés, aminek a végére kijön az, hogy az az ember miért frusztrált. Pontosan, valami jön neki benne. Így van, és ez egy idő után ki szokott bukni, és akkor már van miről beszélgetni. És lehet, hogy nem értünk egyet, tehát lehet, hogy azt mondja, hogy az a te világod, az én világomban én még nem láttam olyat. Nagyon sokszor a negatív beszólásra tudnék negatívval válaszolni, de igazából azzal nem mennék előrébb. És hát én is nagyon sok negatívat kapok, de én mindig örülök neki, és belegondolok, hogy ő valamiért ezt a frusztrációját kimutatja. Van valamilyen gondolat, ami mentén éled az életed? Legyen valami impaktom, valahogy tegyem egy pozitív a helyet jobb, egy pozitív impaktom. Nyilván nem vagyok egy Steve Jobs, de azt is gondolom, hogy ilyen apró dolgokban azért tudok hatással lenni. Büszke ilyen apróságok, hogy volt, mint amikor még ingyen csináltam játékokat mobil eszközökre, akkor volt egy játékom, amit letöltöttek több mint 1 millióan. És így belegondoltam, hogy végülis 1 milliószor akár csak 5 perc játék, nem hiszek se túlvilágban, se karmában, akkor már hoztam 5 millió perc boldogságot magammal, az már valami, ez már nem rossz, így van. Amikor volt egy ötletem, ami pár ötletem, hogy bekerült a wifi szabványba, tehát a vezetéknek hálózatokba, akkor azt gondolom, hát azért egy-két másodperc bosszúságot csak spóroljon meg néhány százmillió embernek, és akkor már nem olyan rossz. Látsz valami olyan dolgot a világban, amit prédikálnak, sokszor adnak tanácsot, de szerinted az egy baromság? Hú, elég sokat. A másik nagy alapfeltételezésem, hogy a legtöbbünknek nincs igaza. Tehát, hogy az a másik, amire igyekszem építeni az életemet, hogy nekem sem, de másoknak sincs általában igazuk, és nagyon sokszor, amiről mindenki azt gondolja, hogy már pedig ez így van, vagy így működik, akkor azt én szeretem megkérdőjelezni. Tehát én nem elfogadom a világot, mint inkább próbálok lyukat találni, vagy fogást találni rajta. Mégis egyszer a másik oldalát is megvilágítottad, hogy van-e olyan dolog, amiben te szentül hiszel, de nem tudod, vagy nehezen tudod bizonyítani? Hát az egyik, amiben én nagyon hiszek, hogy van utopisztikus jövője az emberiségnek. Nagyon sok disztópiát prognosztizálnak, mindenki azt mondja, hogy hú, itt majd a robotok megesznek mindenkit, meg az emberek megeszik egymást, meg éhen halunk, mind meg. Szóval én azt látom, hogy én nagyon hiszek az emberiségben, és nagyon hiszek abban, hogy meg fogja tudni oldani a problémáit, mert amikor már fontos számára, akkor megoldja. Ugyanakkor egy kicsit megrémítte az, hogy a nagyhatalmak vezetői közül egyre több az idióta. Van egy kritikus tömeg hülyékből, amikor világháború lehet. Illetve egy kicsit az megijesztné, hogy most egy újabb, jelentős ipari forradalom kapujában állunk, szerintem hamarosan, amiben nagyon átrendeződik újra a munkavilága. A te életedet nézve, azonosítasz visszatekintve sikerpontokat, hogy mondjuk ez a három olyan tipping point, vagy bármi, ami miatt azzá váltál, aki vagy?
az így fontos pont volt, hogy ott hagytam az egyetemet, mert azt mondtam, hogy én programozó akarok lenni, az egyetemen meg hülyeségeket tanítanak ehhez. Nem akartam szerves kémiát tanulni, én programozni akartam megtanulni, ezt meg nem tanították az egyetemen, hiába volt az a szak, de... És beleálltam abba, hogy inkább heti 7 napban napi 14 órát programoztam egy projekten, mert azt gondoltam, hogy ez közelebb visz, és közelebb is vitt. Azt is gondolom, hogy 2008-ban, amikor volt ez a válság annál a cégnél, az egy ilyen fontos tipping point volt, mert én addig inkább technológiával foglalkoztam. És akkor az volt az a pont, ahol azt mondtam, hogy akkor oké, okay, akkor nem lehetek csak CTO, akkor nem foglalkozhatok csak a technológiával, a cég másik felére is jobban rá kéne lássak. Akkor jöttem rá arra, hogy már tudok több lenni, mint programozó, vagy ki tudok ebből lépni. És ez egy fájdalmas út, tehát egy programozóból a vezérigazgatói székig azért elég sok világnézeti változás kellett, viselkedési fejlődés. Ugyanakkor egy nagyon izgalmas út is volt. Legújabb nagy tipping pointom az volt, amikor azt tudtam mondani egy vezérigazgatói székből, hogy én ezt nem akarom csinálni. Én vissza akarok menni oda, ahol még úgymond koszos lehet a kezem, igen, amíg alkotunk valamit, ahol nem nagy szervezetet kell irányítani, hanem nagyon okos, inspirált emberektől tanulhatok napi szinten. És esténként, meg hétvégenként milyen szenvedélynek élsz? Bár tudom, hogy most ugye baba... Babázok, igen. Nagyon imádom azt, hogy sokkal többet lehetek vele, mint a két nagyobbal voltam, amikor ők kicsik voltak. Egyik oldalon. Másik oldalon most elkezdtem újra programozgatni, és IoT-vel játszadozni, és van egy meglátásom, hogy szerintem hogy fog átalakulni a teljes home automation. Megint csak mindenki megy jobbra, én meg azt mondom, hogy itt balra lesz valami még, majd meglátjuk. Egyelőre csak így egyedül elprogramozgatok. Ha fogadnál egy óriás plakátot, bármit írhatnál rá, és bárhova tehetnéd, hova tennéd, és mit írnál rá? Valamelyik startupom szlogenjét tenném rá, és valami nekik releváns helyre raknám ki valószínűleg. Tehát, hogy így tényleg ez... Tehát, hogy őket támogass. Aha, igen, igen. Tehát valószínűleg erre használnám fel. De jó. Van olyan könyv, amit sokat ajándékozol? Nagyon szeretem Eric Ries Lean Startupját. Ez az egyik alap. Jim Collins Good to Great. Daniel Pink Drive, magyarul Motiváció 3.0. Illetve Tom DeMarcótól a Peopleware. Hogy néz ki a napod első 30-60 perc, és van bármilyen rutin? Hú, hát általában még babához kelések. És én azt mondom, hogy én nyugdíjba vonultam. Vannak olyan heteim, amit régebben egy nap alatt toltam le. Ugyanakkor az is benne van, hogy startupokat mentorálni elég agyigényes feladat, tehát nagyon erős koncentráció 2 órára ebbe a témába beleugrani, ott valami okosat mondani, ott valahogy megcincálni. Mi volt a legjobb befektetés elég, és nem feltétlen részvény, de ha van részvénytipped azt is, meg nem feltétlen startup, úgy az életben. Eleve úgy álltam mindig hozzá, hogy én nem akarok senki másnak dolgozni, úgyhogy amikor kint dolgoztam Finnországban a Nokia-nak, ott is alvállalkozók voltunk, saját céget alapítottunk, tehát ilyen klasszikus alkalmazott végül is még sosem voltam. És ez volt a legjobb befektetésem, amikor azt mondtam, hogy inkább az elején nagyon sokat nélkülözött, tehát így egy gumimatracon aludtam, és utitáskrémes szendvicset ettem, tehát ez volt a heti menü, és programoztam éjjel-nappal, de hogy akármilyen áldozat mentén is, az, hogy mindig azt kerestem, hogy állok a saját lábamra. És ez valahol később azért úgy megtérült. Tehát, hogy ez, elég ez, jól. Igen. Ha bármi a rendelkezésedre állna, minden erőforrás, minden tekintetben, mit kezdenél vele? Minden erőforrás, minden tekintetben rendbe raknám a demokráciát a világban. Mert azt gondolom, hogy valahol ott ragadt a, nem is tudom, 17.-18. század szintjén, amikor technológiailag nem voltunk többre, mint hogy 4 évente egyszer megszámláljuk a szavazatokat. És azt gondolom, hogy ma már tudna teljesen máshogy működni. Én úgy tekintek a politikára, mint a közös képviselőre egy lépcsőházban. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy milyen a lépcsőház, mindegyikünknek van benne tulajdonrésze, és meg kell válasszuk azt a közös képviselőt, aki ezt jól karban tartja, és megszervezi a részleteket. Viszont azt is gondolom, hogy a granularitása is a dolognak, a felügyelete is a dolognak egészen máshogy kéne már működjön, mint ahogy jelenleg működik.
A befektetéseknél még annyit szeretném kérdezni, hogy van mondjuk egy olyan 100 euró alatt, ilyen 20-30 ezer forint alatti valamilyen kütyű, vagy bármi, amit mostanában mondjuk vettél, és egy tök jó beruházásod volt? Igen, nagyon imádom. Most az ESP nevű, vagy Node MCU-ként is hívják, kis nyáklapokkal játszod, azon ez egy ilyen néhány dollártól kezdetlen $2 a legolcsóbb, egy processzor, memóriával és wifi-vel, wifi antennával, csak be kell dugni áramba, és már működik, és ezek tudnak akár mesh hálózatot csinálni, lehet őket programozni. Találtam rá például egy PCXT emulátort, ami ezen a kis $2 procin elfuttat egy teljes XT-t, leemulál Windows-zal együtt, tehát ugye a legelső Windows verzióval együtt. Ezen a kicsi dolgon. Igen. Hogy lehet egy házban 100, és hogy tudnak egymással kommunikálni, és mit tudnak megoldani, vagy hogy tudják megoldani? Szerintem bámulatos, tehát ilyen hobbinak nekem ez most az új. Óriási. És bármi e-mailezési trükköd van? Sosem voltam jó benne. Főleg azért, mert szerintem cégvezetőként olyan nincs, hogy az embernek nincs feladata. De én azt gondolom, hogy cégvezetőnek lenni olyan, mint fejlesztőnek lenni, az embernek backlogja van és prioritásai. Ami nem fontos, abból végtelen darab össze tud gyűlni, ami hogyha lent, tehát hogy a backlogot, és valahol az e-mail az a backlog. Egy olyan backlog, amit nem magadnak csinálsz, hanem mások adják. Így van. És talán ez a legfontosabb benne, hogy az e-mailek nem az én prioritásaimat, hanem mások prioritásait tükrözik. Talán a legnehezebb, hogy ebben megtanuljam azt, hogy emiatt nem kell bűntudatom legyen. Én nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, Petya. Én is köszönöm. Nektek nagyon köszönöm, hogy néztétek és itt vagytok. Ha van kérdésetek, amit így feltennétek, akkor kommenteljetek, illetve kérlek, iratkozzatok fel, hogyha még nem vagytok. Sziasztok!